Kék turbán és ősz szakál emblematikus arca a Facebook videóból. Lázár János tábja Bécsben filmezte le a férfit, miközben a miniszter arról beszélt, koszos, szegény és veszélyes hely lett Bécs egyik bevándorlók által is lakott városrésze. A miniszter szerint ráadásul ezek az emberek még németül sem beszélnek. A 24.hu is forgatott a városrészben. Véletlenül összefutottak a turbános férfi valakinek, elmesélték, milyen videóban szerepelt, akaratán kívül. A férfi németül válaszolt. Nem vagyok dühös, nincs itt semmi probléma. Nem értem, miért csinálta rólam ezt a videót, nem veszélyes környék. Mindenki normális, semmi sem történik, egyáltalán nincs semmi probléma. Én osztrák vagyok, miért lennék rossz ember, mondta a férfi. Lázár János ma azt mondta, senkit sem akart megbántani, de nem vonta vissza a videóban tett állításait. 20-30 év alatt nem a beköltözők vagy a bevándorlók változtak át echte bécsivé, echte berlinivé vagy igazi párizsivá, hanem a saját képükre formálták azt a közösséget, amiben beköltöztek. Az Együtt képviselőjelöltje Baranyi Krisztina a Józsefvárosban forgatta újra Lázár János videóját. Budapest egyik régi nagyhírű kerületében vagyunk. Ma ebben a kerületben már csak fehérek és keresztények, idős nyugdíjasok vannak. Többiek mind kivándoroltak, húszoknél. Több százezerre nőtt a kivándorlók száma. Mi azért dolgozunk, hogy ezt a jelenséget megakadályozzuk, senki nem beszélt németül. Vagy angolul, vagy bármilyen idegen nyelven. Hiszen, mint tudjuk, az oktatás színvonala is rengeteget romlott az elmúlt 7 évben. Az Együtt politikusa szerint Lázár János Bécsben elmondott szavai Budapesten érvényesek. Ezekben a városrészekben, ahogy itt ma délután volt egy kis időm szétnézni, azt láttam, hogy sokkal nagyobb a rendezetlenség, sokkal több az utcai szemét, hospiszok, sokkal nagyobb a bűnözés és nagyobb félelemben élnek itt az emberek. Tarlós István főpolgármester szerint lehet, hogy nem volt szerencsés Lázár János videója. Azt én nem mondom, hogy ez egy ügyes nyilatkozat volt ebbe az időpontban. Lehet, hogy vannak nekünk is olyan barátaink, akiknek most valahogy egy kicsit pihenni kéne Hódmezővásárhely meg Bécs után, de hát ők is értékes emberek. A főpolgármester ugyanakkor megvédte a minisztert. Szerinte ugyanis az elmúlt években sokan kritizálták a magyar kormány munkáját és a magyar városokat külföldről. Lázár János videóját tegnap délelőtt már elérhetetlenné tette a Facebook. A miniszter akkor azt mondta, ezt a szólásszabadság megsértésének tekinti, és arra kérte a közösségi portált, hogy tegyék újra elérhetővé a filmet. Ami ma meg is történt, kiderült, többen gyűlöletbeszéd miatt jelentették a videót, de a Facebook megvizsgálta az esetet, és nem találták jogosnak ezeket a felvetéseket, így újra elérhetővé tették a filmet. Kéri Barnabás, RTL Híradó, Budapest.